Beérkezik a gyümölcs tartályládába, a tartályláda billentőbe, onnan tovább kerül a válogatószalagra, és a válogatószalag után kerül a mosóba, ahol mosás után egy felholó szalagon a nagy teljesítményű darálóba kerül, mely daráló előkészíti préseléshez a gyümölcsöt. Orosz Zsolt nagyhalász polgármestere mutatja a kamerának, hogyan lesz a helyben termelt gyümölcsökből natur gyümölcslé az új feldolgozó üzemben. A szalagprés a polgármester szerint az üzem lelke, amely óránként akár 500 liter zöldség, illetve gyümölcslevet képes előállítani. Az itt készülő szűrt és pasztőrözött natur gyümölcslevek sem tartósítószert, sem adalékanyagot nem tartalmaznak, mielőtt a tasakokba kerülnek. Elsősorban a fő profil az gyümölcsök közül az alma, de fogunk bodzalevet készíteni, illetve céklát dolgozunk fel a zöldség repertoárból. Almát céklával házasítva, illetve majd a későbbiekben sárgarépát fogunk majd még feldolgozni, mert az is egy eléggé népszerű az almával keverve. A későbbiekben majd a medgyet és az őszi barackot szeretnénk még, de ez egy kicsit más technológiát vonz maga után. A önkormányzatnak a saját gyümölcsöséből kezdünk, amely egy 6 hektár termőgyümölcsös van, és 3,5 hektár bodza, illetve 4 hektár frissen lett telepítve, amely az elkövetkezendő években kerül majd forduló termőre. A kieső időszakban, vagy ha nem a önkormányzatnak a termését akarjuk feldolgozni, akkor végzünk majd bérmunkát is. A bérmunka az szerintem elég népszerű lesz, hisz a környéken egy durván 1000 hektár gyümölcsös található meg a 50 kilométeres körzetben. Az önkormányzat a jövőben mintegy 16 hektáron fog zöldséggyümölcs termesztéssel foglalkozni. Míg a földeken a közfoglalkoztatottak termelik meg az alapanyagokat, az üzemben szezonálisan, főállásban 7-8 fő fog dolgozni. Ezzel Nagyhalász már a negyedik település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely a közfoglalkoztatásból származó munka gyümölcsével nem csak a helyi szükségleteket, de a településen túli piacokat is megcélozza. Ramocsaháza, Tiszadada, Gyulaháza. Már tárgyaltunk erről, hogy közösen megjelenünk a piacon, egy közös brenddel, közös csomagolással, megjelenéssel. Mivel 4 önkormányzat, ha összefog, akkor mennyiségben is nyugodtan meg tud jelen a piacon, és egy nagyobb vevőt is ki tudunk szolgálni. És ez a jövőt illetően a fő irányvonal. Már elkezdődtek, említettem, a tárgyalások, és a belügyminisztérium felé kell egy dokumentumot leadni, amelyben ez az elképzelés, ez milyen formában valósulna meg. A belügyminisztérium a gazdaságélénkítő program keretében eddig közel 212 millió forinttal támogatta a nagyhalászi gyümölcslé előállító üzem létrehozását, amelyben hamarosan elkezdődhet a termelés. Az önkormányzat erre a feladatra egy non-profit KFT-t bíz meg. A felújított, korábban paplanüzemként is funkcionált épületkomplexumban egy raktárhelyiséget is kialakítottak, amely a jövőben a terméktárolás mellett akár nagyobb rendezvények befogadására is alkalmas lehet.